Ezúttal az erdélyi magyarság sorsáról és értékeiről volt szó az MCC székesfehérvári képzési központjában. Az érdeklődők Margittai Gábor a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatójának előadását hallhatták a témában, amelyben a határon túli erdélyi kastélyok mai elszomorító helyzetébe, valamint a nemesi sarjak román bürokráciával folytatott harcaiba kaphattak mélyebb betekintést. A Magyar Összetartozás Intézetét egy éve, pontosan egy éve alapítottuk, és hát, én mivel foglalkozom, szorványkutatással a határon túli magyarsággal voltam lapszerkesztő, dokumentumfilmrendező, de alapvetően a tematika, az én kutatási területem az a külhoni magyarság, és azon belül is a szorvány magyarság, tehát, ahol nagyon kis mértékben található meg a magyarság már határ, határ vidéken határhelyzetben él. Az előadás első felében egy áttekintést kaphattak az érdeklődők azokról a szimbólumként és identitás csomópontként szolgáló határon túli kastélyokról, amelyek a mai napig a magyar összetartozás és az emlékezés politika fontos pontjai. Így szó esett például a Törcsvári, a Marosújvári, valamint bővebben a Marosvécsei kastélyról. Ezek után pedig az utóbbi kastélyról készült filmet tekinthették meg a jelenlévők, amely része Margittai Gábor tíz részes filmsorozatának, a tiltott kastélyoknak. Major Anitával, feleségemmel, kutatótársammal több évtizede kutatjuk az erdélyi magyar főnemesség helyzetét, és ez nem egy történeti kutatás elsősorban, az is természetesen, hanem a jelenbeli helyzet, ugyanis pár évvel ezelőtt elindult egy kastély visszafoglaló mozgalom, amelynek keretében lehetőségük nyílt az erdély arisztokratáknak arra, hogy visszaperejék a tőlük elvett a kommunizmus alatt elkonfiskált kastélyokat, és ezzel foglalkozunk, hogy az erdélyi történelmi családok hogyan tudnak visszahelyezkedni a birtokaikba, hogyan tudják ezeket a, ezt az örökséget megtartani, feldolgozni, fejleszteni. A filmvetítést és a történelmi betekintést a jelenlévő kérdései és az erdélyi magyarságról folytatott beszélgetés zárta.